Ketárom! MKC! Az érdeleni mérkőzésre készültek az MKC-s lányok legutóbbi edzésükön, amit a közönség is megtekinthetett. A csapatot több kritika is érte az elmúlt időben. A vezetőedző szerint azonban nem minden az eredmény. A csapat összteljesítményét, a lányok egyéni fejlődését is figyelembe kell venni. Ez pedig javuló tendenciát mutat. A csajok, akik jöttek már hozzánk, azok már többet Etóba kézilabdáztak a juniorba, úgyhogy én azt, hogy nem olyan, hogy szana szét vannak, de van 2-3 játékos, aki külföldi, és ezt a kultúrát és ezt a gondolkodásokat azt meg kell érteni, de én azt gondolom, hogy azok, akik itt vannak, azok nagyon egyszerűen beilleszkedtek a csapatba. A lányok is érzik, a szurkolói elvárásoknak meg kell felelni. Azt mondják, mindent megtesznek az egyre jobb eredményért. Elég kemény edzéseink vannak kondi edzéseink és taktikai edzéseink, így a meccshez közeledve inkább már csak taktikai edzéseink vannak. Eléggé, hogy mondjam, megrázó ez a sok vereség, de úgy gondolom, hogy mindig próbálunk pozitívak maradni, muszáj keményen edzeni, keményen is edzünk, most is úgy készülünk, ahogy eddig igazából. A lelátókon a csapatkor összetételéhez igazodva egyre fiatalabb szurkolók jelennek meg, profi módon biztatva a lányokat meccsről meccsre. Igazából szeptember elején ajánlott az egyik barátom, hogy jár meccsikre, és mindig fantasztikus hangot, és amúgy is szeretek mérkőzésekre járni, és hát így a 2015-ös szezon elejétől járok a meccsére, és azóta a szívom csicska a csapat. A jó eredmény mellett az sem utolsó, hogy a lányokat követve a gyerekek kedvet kapnak a kézilabdához. A Márti néni a tanárom, a kézi tanárom, és hétfőn meg szerdán szoktam járni kézilabdára, mert ügyesen dobok kapura, tudok védekezni is. A kapuba, amikor dobok, akkor majdnem mindig betalálok, de azért néha még nem. A lányok az érd ellen ugyan kikaptak, de a tavalyi bronzérmes ellen a 20-24-es vereség egyáltalán nem rossz eredmény. Sokan az előző idényben még a juniorok sorait erősítették. Ők most azért küzdenek, hogy az NB1-ben is megállják helyüket. Az alapszakasz további mérkőzései már a következő idény csapatát építik.